Hát a szellem, ez egy ideiglenes állapot. A lélek, aki nem megfelelő úton elveszített a testét, vagy elhagyta a testét, vagy meghalt, akkor bizonyos ideig nem lesz durva fizikai test, hanem finom fizikai testbe lesz. Ezt szoktunk szellemeknek nevezni, vagy buta, buhuta, szanszkritul. Még egy kicsit, hogyha pontosítsunk, azok a személyek, akik öngyilkosok, az lehet bármilyen öngyilkos, felakasztotta magát, leugrott valahonnan, kábítószerrel megölte magát, alkoholon megütte magát. Ők nem értékeltek ezt az ajándékot, ezt a testet, akkor egy darabig mondják, hát úgyse értékeltél, most akkor nem jár neked. Főleg, hogy nem járt le még a régi testeddel amúgy kapcsolatot, amit te hamarabb, mint kellett, megszakítottál, szóval akkor addig most nem kapsz egy újat. Ezek a személyek, ők általában nagyon szenvednek, és azért zaklatnak másokat, ijeszgetnek, meg próbálnak kihasználni másoknak a testjét, ezért így emberek félnek tőlük, de nem kell félnetek, nincs hatalmok nekik fölöttünk, fölöttöttek. De, hogyha a házunkban van rend és tisztaság, akkor ott nincsen szellemnek a helye. De, hogyha rendetlen, koszos a házunk, a lakásunk, akkor ez a szellemnek a tanyája, a kastélya.